így tudjuk. Így tudjuk. Hát igen. A mai tudásunk szerint. Aha. Aztán még könnyen kiderülhet sok minden. És vagy arról tudható valami, igen, hogy mi vitte rá, hogy vagy milyen ötlet mentén írt ő akkor éppen Báb darabot? Vagy milyennek a környezete? Vagy nem tudom. A vetülete? Nem tudom. Azt hiszem az Ostoba Líjt, amit itt csináltam, igen, néhány évvel ezelőtt, az pedig ugye a... ki is a gróf? Bánfi. Bánfi írta, ha jól emlékszem, hogy az is egy ilyen, mondjuk egy hosszadalmas báb előadásnak a szüzséje volt, de nem tudjuk, hogy miért fordultak ehhez. Valószínű, hogy egy báb műfajban azt, ami mondjuk nyilvánvalóbban az ő irodalmi stílusuk szerint, vagy rangjuk szerint nem fejthettek ki, akkor ezt úgy mond, bábszínházzal oltották meg. Aha. Tehát itt is egy társadalmi látletről van kicsit szó, és az Ostoba Líjnél is egy olyan paraboláról, amit nem biztos, hogy engedtek volna. Aha. Tehát hogy más műfajban. Más műfajban az, hogy most a gyerekekre van ez rá terhelve, hogy az ő szüleiken keresztül üzenjen a szerző, azt én már nem tudom, csak gyanítom, hogy amikor valaki elkalandozik, és az egész életműve nem abban a műfajban hogy mondjam, terebélyesedik ki, vagy izmosodik meg, akkor ez a kaland ilyen értelemben gyanút kelt, hogy ott valami olyasmi lehet, amelyben ő ottan valamit ki akart fejezni, és ezért választotta ezt a kis kalandot.